Sziasztok, üdvözlök mindenkit innen Lákoshegyről. És amúgy is erre volt dolgom, akkor mondtam, akkor ezt az állomást is nézzük meg. Mindjárt meg is mutatjuk, és a közelebbről. Összesen két peronos vágány van. Az A meg a B vágány. Hát most itt nem ez, ez nem megtévesztő célból van itt két ábetű, hanem ez a megállás helyét jelzi a vonatoknak, hogy ennek az ábla vonalába kellene megállni az elejével a vonatnak. Van dobozonnyal. Aztán általában nem szokott sikerülni. Szokták is mondani, hogy ez az A-ot úgy se tudok megállni tábla. Na hát ott van még, az egy régi raktárépület volt. Arrafele ott vannak sinek, meg egy-két kibontott alfa. Ilyen sínszálak, ezek valószínűleg a felújítás volt itt, és akkor kerültek ide. Vagy majd lehet, hogy a mellékvágányokat fogják kicserélni. Na az ott a háttérben pedig egy ESM értorony. Az már az ETC-hez fog tartozni, ha egyszer elkészül. Itt van maga a felvételi épület, ezt majd meg fogjuk nézni, egyébként aluljáró is van, majd azt is. Egyébként érdekes, itt főleg csak a személyvonatok állnak meg, de... Tehát ez a széles peron, van aluljáró, vannak vadok. Tehát gyakorlatilag ez egy ilyen kis, egyszerű, kis elővárosi átszállóállomás, mert még Budapesthez tartozik. És én akit gondolom főleg így... reggeli délutáni időszakban sokan járnak be innen a belvárosra, mert a keleti vonattal nincs messze, akkor lehet nagy forgalom. Itt van maga a felvételi épület, valószínűleg az emeletén szolgálati lakások vannak, azokat úgy tűnik, hogy még lakják is. És itt van szemben a forgalmi iroda. Itt a forgalmi iroda, hát itt átmenni nem lehet, ez szolgálati átjáró, hanem az aluljáron kell majd. És megmutatom majd azt is. Egyébként ki is van díszítve a fal ilyen. Festett, meg ilyen rajzok vannak rajta, hát meg megnézzük azt. Na hát akkor nézzük meg az aluljárót. Hát látszik itt ilyen igényes rajt készült rá, de persze, hogy összegrafitizték azóta is. Mindig nézzünk le. Ilyen ez a szokásos lefelé vezető lépcső, és van, nem tudom pontosan milyen hivatalos neve, ezt ilyen vájúnak szoktam hívni, ez a biciklit itt lehet feltorni. Sajnos sok ilyen átépített állomásnál is hiányzik, pedig nagyon hasznos találmány. És hát itt van maga az aluljárónak a másik oldali kijárata. Ezt nézzétek. Nézzétek, nem, a rajzok maguk egyébként egész igényesek volt, hogy csak kár volt, hogy a grafitisek belebarmoltak. Különböző közérdekű közlemény. Hát ezek ékár volt. Úgy látszik, nem csak gyalogosok járnak itt át. Szépen nézett ki az éket, amikor megcsinálták, hát most már kevésbé. És itt a másik oldalt, ami kijárat. De hát elég széles, ezen a kánautóval is át lehetne menni. De szerintem gyalogos aluljárónak épült ez. Elsősorban. Hát, akkor ez most így ennyi, és akkor innestől kezdve már nincsen kidekodálva. És itt lehet egyébként felmenni az állomásra. Az egyébként egy kiadógép van még ott mellette. Más érdekes nincs. Ennyi. És hát akkor itt az aluljáró másik vége. És gyakorlatilag az egész Lákoshegyi állomás ennyi. Megmutatom itt még a P+L, meg a B+L parkolót. Ez még itt az állomáshoz tartozik. Van itt most is egy pár autó, nyilván a reggeli csúcsban, meg úgy hétköznap ennél jóval több is van, melyik én ezt a videót, ezt most vasárnap délután veszem föl. És itt van maga az állomásnak az utcafontja. Még amennyit van, akkor be is megyek, megnézem még a várótermet. Itt egy kicsit közelebbről az úgymond utcafrontja magának a vasútállomásnak. És valószínűleg ez lesz itt a váróterem. Megnézzük. Az emeleten pedig szinte biztos, hogy szolgálati lakások vannak. Ja, meg ott egy tűzlétel, ami ki lehet menni a tetőre, de azt aztán most már végképp nem. Annak biztos nem örülnének. Jó. És ez is ritkaság egyébként, hogy 0-24 óraig a váróterem nyitva van. Pedig éjszaka van vonatmentes idő, és mégis itt hagyják. Általában ilyen szokott lenni, hogy 4:30-tól kinyit, amikor már jönnek az első vonatok. Hát ez meg...
Jó, valószínűleg itt lehet fölvenni a szokott lakásokat. Ja, hát igen. Hát ezt most valaki nem tartotta be. Itt voltak régen a jegypénztárak. Úgy látszik, már nincsen. Igen, hát ezek már nincsenek nyitva. Egyik pénztár se. Nem látom, ki is van írva, hogy nincs. Hát igen, csak rápénzáli információk annak megkirakta meg a hagyományos fehér sárga papír alapú menetrend. És hát itt is azért látszik, hogy egyiket 23-50, akkor még van vonat. Ezért tehát mondjuk itt tudhatjuk, hogy 1.12 és 4.16 között nincs vonat, és mégis itt van a váróterem. Ez egy ritkaság, de amúgy nem baj, mert ez bármikor jól jöhet. Csak még érdekesség, hogy ez így a régi időkben maradt itt a mindenzom, amikor még volt külön dohányzó és nem dohányzó váróterem. De az ország már le van zárva. Hát ugye más már, mint hogy a tábla is mutatja, dohányozni tilos, tehát ez már új szabályok, új törvények, ilyen itt már zárt térben nem lehet sehol dohányozni. És ezért nem szükségtelen külön nem dohányzó váróterem. Hát ezt meg, ugye, ha valaki itt hagyta az ebédjét. És már valami közérdekű közlemény. Isten mindig veled van, főleg a rossz faszban vagy. Ja. Hát itt járt valami hittérítő biztos. Na, itt meg úgy tűnik, hogy lakik valaki. Szobatének a lakása. És itt van a pénztáros néni. Hát, elég rendesen elintézték, nem is működik. Hát, nesze neked van, de biztos kijelzi, azért ezt is be lehet valamivel törni. Puszta kézzel nem egyébként, mert ahhoz elég masszív, de valamivel ez sikerült. Hát, ezért látszik, hát ennek ameddig ilyen emberek laknak erre fele, vagy járnak ide, addig felesleges ide high-tech-et lakni. Viszont ez a gányolás azért az oda, aha, ott van a 400, és onnan levezetve a vezetve. Nézd szépen, és így itt mindenre összerakni, de végül is működik. Az a két szülke az a hálózati kábel, tehát szerintem a vezetékes hálózattal működik, az csatlakozik a központi szerverhez. A másik, a fekete, az meg villany. Nem a vastag szürke, az is villany. Hát ez a fekete, az nem tudom csoda. De ez a két vékonyabb szürke, ez biztos, hogy hálózati. Ez egy hagyományos UTP kábel. Hát, igen, ez a fekete, ez itt kilóg, és itt van vége. Hát, jobb nem hozzányúlni, ki tudja, mi van benne. És akkor itt éppen vissza lehet sétálni a P-plusz elfordulóhoz. És akkor ennyi is lenne itt az állomásról, ennyit lehet még látni. Tehát a lényegi része itt van, az a pedontető, a két pedondos vágány. És itt lehet a vonatra felszállni. Akkor sziasztok, akkor ez így ennyi lett volna, ez egy kis gyors dolog. Innen Rákoshegyről, ha már itt járok az állomáson, akkor rászállnak 5 percet, és akkor körbe kamerázom, bemutatom nektek. Úgyhogy akkor ez ennyi lett volna, tudjátok a szokásosat, lehet lájkolni, lehet diszlájkolni, lehet kommentálni, lehet feliratkozni, meg akkor valamit még tudtok esetleg erről a kis állomásról, akkor nyugodtan kommenteljétek be alá. Akkor ez ennyi lett volna, szóval megnéztétek, sziasztok!